Az időjárás összességében segítette, a belvíz és víz összefolyások ugyanakkor nehezítették a tavaszi munkálatokat a mezőgazdaságban megyénkben. Fehérgyarmat környékén még mindig vannak olyan területek, ahol nem tudták bevetni a földek egy-egy részét. Nem nagy területről van azonban szó, úgyhogy összességében bizakodóak a megyei gazdák az idei termésmennyiségek tekintetében. Szabószatnál Bereg megyének, a nagy részének azért kedvezett ez a csapadékos időjárás, Lehetne egy kicsit melegebb a talajhőmérséklete, de a kukoricák napra forgók, sőt az őszíveszítésűek is olyan kalász van rajta, hogy a rekord környéki termés várható, ha így marad az időjárás. Az őszi kalászosokban már csak egy esetleges vihar tehet kárt. A napraforgó és a kukorica, ha júniusban a virágzási időben kiadós csapadékot kap, szintén jó termés átlagot hozhat. Nagy remények vannak, mindenki magas áramon, 6500 forintért lehet szerződni az ősszel betakarítandó kukoricát. Ilyen még szinte nem volt, úgyhogy jók a kilátások. 180 ezer forintért lehet a napra forgó szerződni tonnáját, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a mezőgazdaságból élők kreményketetnek és bízhatnak abba, hogy a jég, vihar, ilyesmi, ami nagy kár tudna okozni, akár a gyümölcsösökbe is, azok elkerülnek bennünket. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara májusi jelentése szerint a nagyobb területen termesztett tavaszi vetésű növényfajok közül országosan a szemes kukorica 995 ezer hektáron, a napraforgó 650 ezer hektáron, a szója pedig 57 ezer hektáron kerül a földekbe.